Szavaztok! Szavazt Attila! Szavaztok! Figyelj, ebben a kis epizódban mit fogunk bemutatni? Nézzük csak meg ezt a két gépet! Így néz ki! Tessék! Itt van nálunk kettő darab Oleo Mac Master fűkaszál, ez a két legnagyobb. És mi ebben a sízió? Na majd most mindjárt kiderül. Szóval, lényeg a lényeg, itt van két fűkasza. Nézzük meg őket, vizsgáljuk meg őket közelebbről, hogy egyáltalán milyen típusú fűkaszákról beszélünk. Ez az epizód akár lehetne az Előttem az utódom típusú filmecske is, mivel hogy itt van egy Oleo Mac 755 Master típusú fűkasza, amiről tudjuk, hogy az Oleo Mac zászlós hajója volt a fűkaszák terén nagyon hosszú időn keresztül. Még jelenleg is az, ugye? Igen. Mert hogy? Most még igen, mert úgy tudom, hogy a jövő évi szezonban, 2018-as fűkasza szezonban már le fogja cserélni őt egy, illetve nem fogja lecserélni, hülyeséget mondok, mert amíg el nem fogynak a 755 masterok, addig nem cseréli le, hanem párhuzamosan vele együtt kapható lesz. Hát nagyobb is teljesítmény, nem? Erre majd mindjárt kitérünk. Ja. Egy új típusú fűkasza, aminek a neve, nem találom sehol se a feliratot, itt van, egy BC550 Master. Nem tudom, hogy most megint miért szakadt meg a felvétel, de ez még talán az, annak is tudható, hogy még nem ismerjük ennek a kamerának a rejtelmeit. Na, visszatérve, BC550 Master. Egy transformerciál is van rajta. Igen. A lényeg ebben az egészben, hogyha most így egymás mellé kerül a kettő gép, akkor kapásból észre lehet venni, hogy a BC550 Master, legalábbis a burkolat szempontjából, tehát terjedelmesebb felépítésű gép. Nagyobb, de viszont áramvonalasabb. Áramvonalasabb és ergonomikusabb, egy kicsit ilyen maibb, nem? Igen. Hát modernebb. Na, nézzünk meg egy kicsit részletesebben. És én szeretném, hogyha ebben a filmben így azt is bemutatnánk, milyen különbségek, különbözőségek vannak a két kasza között. Hát ami kapásból... Kezelőszervek. Honnan induljunk? Motorrésztől vagy a fejrésztől, Ati? Valamelyik irányból? Motortól szerintem. Motortól, okés. Menjünk, nézzük meg. Kapásból. Bármi, amit észreveszel, azt mondd meg. És akkor... Hát nagyobb a berántó rész, lehet, hogy ezért könnyebb indítani. Ugye ez könnyített indítás, igen, ugye? Igen, akkor jó azért. Várj, mert most közve telefon van. Szóval, gerilla videózás átka, megszakad a felvétel, mert vagy telefon, vagy földrengés, vagy lemerül az aksi, vagy bevág a bugyi. Vagy úgy van, hogy úgy gondolja a gép, hogy megtagadja velünk az együttműködést. Na, ott tartottunk, hogy egy nagyobb átmérőjű berántó indító szerkezet van. Nézzük meg, azt mutasd a kezeddel. Ugye ez könnyített berántás, igaz? Érezni is. Érezni. A lényeg az, hogy elsőre lehet látni, hogy ez műanyag burkolat. Még a régi master esetében nézd csak. Ilyen picikek is. Egy fém. Egyszerre érezhető a kompresszió. Igen. Más. Tehát egy kicsit ilyen old school a dolog, nem? Igen. Nézzük meg, hogy a kipufogó milyen formát ölt, és milyen formát ölt ott. Ugye most az utóbbi időben azt vettem észre, az Oleónál ez a rozsdamentes kipufogó, ez így teret nyert. A henger, mondjuk burkolat nélkül jobban lehetne látni, de a hengernek a felépítése és a formája az is teljesen más. Tehát ez egy teljesen új motor. Én úgy tudom, hogy ez egy saját fejlesztésű olasz motor. És nyilván az is, hogyha ezt mondják. A tank formája, űrtartalma is más. Gyakorlatilag egy teljesen új. A kupak az egyformán. A kupak az megegyezik. De nézd meg ezen még a berántó szerkezet. Annak ellenére, hogy könnyített indítású, mégis egy sokkal ergonomikusabb. Attila. Gerilla videózás átka következik. Van egy-kettő átka. Ugye az, hogy nem értjük, hogy miért, egyszer csak a kamera úgy dönt, hogy megáll a felvétel kellős közepén, mi meg végig mondjuk a mondókánkat, és akkor veszük észre, hogy valójában csak tátogunk, akkor semmi. Vesz, amikor nem vesz. Igen. Ott tartottunk, tehát most egy ilyen tizenvalahány perces videót leforgattunk úgy, hogy közben nem ment a kamera, igaz? De telefonálhatták közben. Mert igen, az is egy valami, hogy mikor máskor keresnek telefonon, amikor az ember kamerázik. És mi még ennyi film után is olyan hülyék vagyunk, hogy nem kapcsoljuk ki a telefont ilyenkor. Na mindegy. Én most kikapcsoltam. Oké. Akkor ott tartottunk. Már most leállítom, most csinálunk egy vágást. Oké. Figyelj. Megy a kamera? Megy a kamera. Megy. Tuti? Veszi? Úgy néz ki. Oké. Szóval ott tartottunk, hogy a berántók
felépítési különbségén akadtunk le. Megállapíthatjuk azt is, hogy ami közös benne, az a két kupak. Igaz? Ennyi. Azon kívül. Azon kívül. Tehát se a burkolati elemek, se a kipufogó, se a henger, se a tank, gondolom akkor a forgatyús ház sem stimmel. Mert teljesen más felépítésű hengere van ennek. Teljesen ez más új motor ez. Klasszikus. Ez meg egy ilyen ívelte, bordázatú henger. Valószínűleg ez a teljesítmény miatt is más, meg a károsanyag kibocsátás. Meg a hűtésvéget is lehet nagyobb. Miatt is más. Jobban hűt. Szembetűnő különbség még, ugye a gyertyapipát, ez a védő rész, ez csak egy ilyen műanyag bakelit, de itt szabadon van a gyertyapipa, az annyit véd, hogy az innen érő erőhatások elől védi a gyertyapipát, nem szakad le, nem törik le, míg ez teljesen el van burkolva. Gyere, ezt mutasd meg, ez hogyan is működik? Már van építve a gyertyapipa is. Meg kell egy kicsit mozgatni és lehúzni róla, így van, ennyi. Tehát egy ilyen teljesen zárt gyertyapipa. Ez egy nagy különbség rajta, ami látható. Ez komoly. Ugye az van még, hogy amit említettünk, tehát most megpróbáljuk felidézni, hogy mit mondtunk el mielőtt megállt volna a kamera. Berántó szerkezetet elmondtuk. Ugye az, hogy ezen fémből van, azon meg műanyagból, meg azon könnyített indítás. Ez meg egyszer közvetlenül a felhajtása. Felhasználó barátabb, így van. A tanknak a zűrtartalma is más, burkolati elemek, azt említettük, oké. Nézzük meg itt, hogyan működik az indítás folyamata. Ez a szivató. Itt van egy ilyen szivatókar rajta. Amiről beszéltünk, hogy ez még nagyon szoros, még új. Nagyon és jó. Hol a primer pumpája neki? Itt a primer pumpa. Itt van benne a burkolat alatt. Még ennek hol a primer pumpája? Sok újra felvett felvétel után. Visszatérünk. Ismét újra. Itt vagyunk. Ismét. Gerilla üzemmódba kapcsolja, Ati. Mutasd meg, most már nagyon gerilla üzemmódba vagyok. Légy szíves, mutasd meg, hol pumpálod meg az újat, és hol a régit. Ezen a régin, itt pumpálom meg. Itt alul. Ami nagyon nehezen hozzáférhető. Míg a másikon, nagyon könnyen hozzáférhető. Itt. Várj. Itt. Már ráközelítünk. Ott van, igen. Tehát ez is egy kicsit felhasználó barátok. Na most komolyra fordítva, megyünk tovább. Fontos dolog, innen ebből a szögből megpróbálom megmutatni, de remélem, hogy nem kell újra felvenni többször is ezt a felvételt, mert már kezdem unni, hogy majd egyébként kikérjük az alkalmi operatőrünknek a segítségét, hogy állítsa be ezt a kamerát, mert nem tudjuk, mi ez az AGS mód, mert azt írja ki, hogy AGS módban felvétel nem lehetséges. Majd valaki itt megmondja a tutit a film alatt. Na mindegy. Szóval, tokozottság. Ugye ezeken a mai fűkaszákon, meg ezeken az ipari méretű kaszákon nagyon jó rezgés, van egy rezgésilapítási mindegyiken dolog. Ezen még lágyabbnak érzem. Igen. Ezt nem is tudom, hogy... Meg nagyobb a mozgástere is neki. Igen. Sokkal. Ami elsőre szembe tűnik itt a méretek, meg tényleg az, hogy a régin a kábel csak ott kint lafog, még a másikon már bemegy a burkolat alatt. Már ugye egyszer elmondtam, de most elmondom még egyszer. Még ötször. Reméljük, hogy nem ötször. Ugye, ami elsőre szembe tűnik, ez a beakasztó rész, ahol beakasztjuk magát a kaszát, a kettőnek a differenciája. Igen. Ugye... Itt az van, hogy itt van négy állítási lehetőség, teljesen párhuzamosan a kasza szárára, míg ott van 6 darab finomabb beállítási módozat, és ívelten. Az ívelés az azért van, szerintem, ugye ezt már fejtegettük, de biztos, aki okosabb, majd úgyis megmondja, vagy kijavít benne, én szerintem azért, mert az itt lehet a kaszának a súlypontja, ahol ennek az ívnek a középpontja lehet, és azért egyenlő irányba, egyenlő távolságra van a súlypontja. Minden ember más, hogy ezt kell neki állítani. Ami fontos, az előbb azt látod, el is felejtettük elmondani. Mutasd meg ezt a kis betétet itt. Itt van egy cserélhető betét. És ez miért van? Ez a cserélhető betét. Na miért van? Nézzünk rá a másik kaszára. Látod? Tehát ott már dörzsölődik. Igen. Én hallottam olyan cserélni. Elbefélést. Egy komoly szakembertől, aki elmondta, hogy találkoztak már olyan masterral, aminek már teljesen kikopott a tokja, már szabadon volt ott a kaszaszár, tehát ez azért hivatott, hogy ezt ne várjuk meg, hanem ez csak maga ez a kis betét legyen cserélve. A másik, ami szembetűnő, ugye ezeken van ez az első markolat, vagy kormány, itt látszik, hogy
Biztos ki lehet. Megint kikapcsolt a kameránk, AGS módban a felvétel nem lehetséges, azt írja. De majd rájövünk ám, hogy mi az az AGS. De az, ha elkapjuk, akkor nagyon rá fog cseszni. Annak annyi. Akkor annak annyi. Na jó. Szóval, megpróbálom úgy mutatni, hogy ne legyen AGS mód. Itt az van, hogy az új modellen szinte teljesen merőleges a kasza szárára a markolat, a két markolat, míg a régin egy kicsit eltoltabb, ilyen aszimmetrikusabb. Ezt azok fogják tudni igazán érzékelni, hogy jó ez vagy rossz, akik napi több órát használják. Mutasd meg akkor a markolatot, légy szíves, mert ugye két gázkar markolat között van. Régi módibbnak tűnik nekem ez az új. Az újabban, igaz? Ilyen elavultabbnak, vagy meg nem akkor is nézzük olyan, meg az a régi. Olyan ergonomikus, mint a régi. A régi ez nagyon. Mi az, ami elsőre szembe tűnik? Valahogy ilyen új támasztó is. Tehát az ami a hüvelykujjadat kitámasztott. Tedd rá a kezelet? Ez nagyon nem komoly. Tedd rá még egyszer? Hagyd rajta, és akkor lehet látni, hogy ott a kezed, a tenyered az ott támaszkodik, igen, ott pihen. Meg teljesen jobban kézre áll. Mint? Tehát ez a stop kapcsoló is minden. Mint a másik. Nézzük meg a másikat. Másik. Hát ez ilyen túl egyszerű, nem? Igen, hát ez... De viszont az impulzus kapcsoló, ez már ezen is megjelent, ami a Zoleo-mak új modelljein általában, hogy igen, megérinted és megszakítja akkor az áramellátást. Oké, ugye milyen jó, hogy szisztematikusan jövünk végig a gépen, mert így, hogyha újra is kell venni, mert ezt is megértük, hogy újra kell venni többször, nagyjából tudjuk, akkor nagyjából tudjuk, hogy hol tartottunk. A kasza szára, az átmérője az így ránézésre, most nem fogok tolómérővel lemérni, de ránézésre egyforma, viszont én úgy tudom, hogy a hosszúságában van valami különbség, vagy hosszabb, vagy rövidebb. A szoknya, a szórásvédő, az teljesen megegyezik, sőt, ahogy én nézem, a szökhajtás is. Ami különbség, az a két damilfej. Próbáld meg egyszer a kettőt felemelni, és akkor megmutatjuk egymás között a különbséget, hogy ugye van a hagyományos, régi módi, egyszerű felépítésű, lábos felő méretű dob. Marha nagy. Míg egy valamivel kisebb, kifinultabb, ergonomikusabb és modernebb load and go típusú profi fej, ami fém betéttel van, a kopás állósága biztosítva. Jó, tehát ezek az eltérések vannak a kaszákon. Amit fontos megjegyeznünk, Attila, még mielőtt egy újabb AGS mód következne a kamerán. Ma várom. Én nem várom. Teljesítmény adatok. Mit tudunk a régi kaszáról? 755 Master, az pontosan milyen teljesítménnyel rendelkezik? 2,8. 2,8 lóerős. És az új BC550? 3,3. 3,3. Tehát azért itt egy erős fél lóerő különbség, differencia van a két gép között. Azt hiszem, hogy sokat jelent. Hogyne. Még fűrésznél is. Ugye itt mindig visszajön az a sztori, amit érdemes megemlíteni, hogy a 755 Master az a mai kaszások körében az úgy van most már elhíresülve, hogy egy erős, megbízható, régi vágású old school gép. Ez az old school-ság, ez abban is megmutatkozik nála, hogy a mai konkurens nagy gép kaszákkal teljesítményben nem tudja felvenni a versenyt, mert már három lóerő felett jár. A más új teljesítményre olyan. Igen. Tehát a három lóerő felett járnak az ekkora méretű kaszák bőségesen, és ezért lehetséges, hogy ezért történt ez az izmosítás a BC550-nél. Azt tudjuk, hogy a két motor teljesen más. Nem biztos, persze, hogy teljesen, mert lehet, hogy főtengely még attól függetlenül egyforma lehet, vagy egy csapágy, vagy valami, vagy egy csavar egyforma benne, de saját fejlesztésű új motor, valószínűleg már sokkal környezetbarátabb, pörgősebbnek tudnám elképzelni, de ezt még addig nem tudjuk, míg nem használtuk. És ugye, ami fontos tényező egy kaszánál, az a súlya, ugye? Igen. Hát akkor most megpróbáljuk, hogy mutasd meg, mivel? Egy ilyen hal mérleggel megmérni a gépeket. Ugye a súlyadatok azok olyan kényes adatok, hogy a gyártók azokkal szeretnek vagy pozitív, vagy negatív irányba lefele-fölfele kerekíteni, vagy teljesen... Megtankolva, tankolatlanul. Igen, most mind a kettő tök üres. Mind a kettő tök üres, és vágásra alkalmas vágó felszerelésekkel. Tehát ez, hogyha most megtankolnánk, akkor mindegyikkel tudnánk dolgozni. Úgy vannak felszerelve, mindegyikben, most nem akkor lehet, hogy csalunk egy kicsit, mert az egyikben 6 méter damil van, a másikban meg 5 méter, vagy mit tudom én, de azt hiszem, hogy nagy vonalakban meg fogjuk tudni mérni. Na Emed, nézzük a régit. Tehát itt nincs a földön. Hadd nézem hozzá, ér a kasza.
Nem. Nem ér hozzá. Na most megnézzük a hiteles adatokat. Persze annyira hiteles, amennyire mi mondjuk. Kérlek szépen, nem tudom leolvasni ezen. Hogy van? 11. Kerek 11 kiló. Durva. Éppen hajszállal van alatta. 11 kiló. Számoljuk 11 kilónak, jó? Fogadjuk el. Na, nézzük meg a másikat. Tessék? Az úgy nagyjából, annyi is, nem? Én nem tudom, hát én olvastam már a 750 Masternál ilyen 8,9 kilót is, vagy nem hát is tudom. Tehát nem tudom, hogy adták meg, lehet úgy, hogy akkor még a szár se volt rajt. Vagy a vízbe mérték. Vagy vízbe, jó. Na, akkor ezt is ugyanezzel a módszerrel próbáljuk meg. Mehet? Persze. Ezt nem ér a földhöz. Billeg is látszik, hogy nem ér semmihez. Kérlek szépen. Hát most ha hiszed, ha nem. Ez szintén 11 kiló. Akkor nagyobb teljesítménnyel ugyanaz a súly, akkor jó, nem? Ez érdekes, mert én már mértem máshogyan, tehát kevesebbet mértem ennél. Na most fárj, a hitelesség kedvéért csináljuk meg azt, hogy én is föllógatom, jó? Figyelj, most akkor leállítom a kamerát, ne felejtsd el elindítani majd. Ez így is 11, nem? Akkor nézzük meg hány kiló. Így is 11, nem? Így is. Annyi? 11 kiló. Jó, nézzük a másikat. Ugye ez volt a BC 5-50. Igen. És akkor így lesz hiteles a mérés, hogy... Így van. Nem te fogtad a hónod alá, meg nem én. Vagy még valakit hívunk az utcáról, meg két közjegyzőt, meg három tanút. Három tanú. A tanú című film. Na, erre. Jó. Látod, ennek mennyivel másabb a súlypontja? Mert nem ugyanúgy akasztottad be, nem? És akkor ez? Mennyi? 11 egész... Az 11 ez is. Ja, 11. Tehát akkor... mondhatni azt, hogy dekára pontosan ugyanaz. Hát ez jó, persze pontosan mérleggel. Meg azon van, 755-ön van egy kis maradékfű. Hát gyakorlatilag akkor mondhatni azt, hogy a súly az szinte nem változott. Tehát most, ha van is eltérés, akkor se. De hát lóerőben nagyobb, tehát az mindenképpen jobb. Meg a rezgécsillapítása hasonló, akkor... Én, hogyha most nagyon akarnánk, akkor vehetnénk arra a dologra is rá, hogy valami konkurens kaszát, hasonló teljesítményt megmérni, de ugye ezekkel mi nem rendelkezünk, így nem fogjuk tudni megmérni, de aki tudja, az tudja. Nem? Igen. Na jó. Na, akkor ez lesz a... Mi ez, Attila? Ez a fűkasza mérlegelés. Igen. Című kis epizód. Előttem az utódom.